Na, sziasztok, én Alex vagyok, és a jó hosszú szünet után ismét itt vagyok, és be fogom lényegében mutatni, hogy mik változtak a szívek lemond az elmúlt időben, ugye ezt mindenki láthatta ugye a Discord update-ekben, de viszont valaki videóformába szeretti mondjuk, mert mondjuk vannak olyan dolgok, amiket nem igazán lehet szöveggel átadni, hanem inkább videóval, ezért készül ez a videó, mert beszeretném tényleg mutatni minden dolgot, ami bejött a szívek lover az elmúlt időben. Na, ugye spawnerről szól leginkább a szerver, szóval kezdjük a spawnerekkel. Bejött 2 darab spawner, szóval itt per shopba, meg ki lett véve egy ugye a gázt, amit nem is használtak nagyon, tehát azért lett lényegében kivéve. Hogyha megnézzük ugye, akkor itt van, hogy Silverfish, ez jött be és a gázt lett kivéve, de hát kérdezzétek, hol a második? 2 mondtam. A második az csak nyitható. Tehát az ilyen, tényleg az már nagyon-nagyon különleges spawner, az az Endermite nevezetű spawner. Ezt csak nyitni lehet. Ebből a ládából, azt hiszem ebből a ládából, illetve a Chrismonba lehet 25-öt nyitni. A Chrismonra mindjárt rátérünk, mert nagyon sok játékosnak lehet, hogy az új láda, sőt biztos, hogy új láda, mert az régen nem volt ugye. Ez most jött be a Draconic után lényegében, hogyha úgy nézzük. Szóval, lényegében a Chrismon azért jött be, egy dolog miatt főleg az elején egyébként, de utána már rájöttem, hogy több dolgot is bele lehetne ebbe pakolni. Ez a hopper miatt. Mindjárt meg fogom mutatni, hogy ez a hopper ez miért is annyira jó. Egyébként ebből lehet most jelenleg 2 darabot venni a webshopba, szóval megtetszett mondjuk ez a hopper, vagy nagyon nagy szívek lovos vagy. Mindenképp ajánlom, hogy vásárold meg, mert majd mindjárt megmutatom miért, tehát legendás ez a hopper. Szóval, elmegyünk a szigetemre, megmutatom miért. Jó. Ugye? Na igen, ezeket is mindjárt megmutatom, hogy ezek mik, szóval itt tesz viszont minden, mert itt tesztelgetünk általában. Szóval itt a Chrismon Hopper, ezt le is pakoljuk, itt látjátok, hogy itt van ugye, lényegében azt csinálja, hogy az összes tárgyat egy chunkban felszívja, ugye, és ezeket 25%-kal eladja. De hát eddig is ezt csinálta a Hopper, nem felszívta az összes tárgyat a chunkban. Na, de itt nem konkrétan annyit tud felszívni, amennyi slotos, ugye, hanem tényleg az összeset. Tehát itt leszpawnoltatunk Silverfish-eket, és nézzétek, ennyi volt, eladta. Szóval ezért ez a legópébb tárgy jelenleg itt a szerveren, mert mindent elad, de tényleg mindent, ami a földön van, és nem kell 80 darab hopperezés, lagmentes ugye, tehát ez a szervernek is jó, csak hát drága pont emiatt. Szóval tényleg, aki szilverklavozik már 1000 éve meg ilyesmi, ugye itt tényleg egyébként lassan 5 éves lesz a szilverklav, tehát úgy képzeljétek el, hogy 5 éve nem volt globális item törlés. Tehát azért az nem mondható el minden szerveren 5 éve. Na, egyébként, még ezt a generátort, igen, ezt mindjárt elmagyarázom. Na, egy hopperrel visszatérve, mit tudnék még róla elmondani, felszívja az összes tárgyat, és egyenlőre csak ott abba a ládába elérhető, illetve most 2 meg tudtok venni. Azért ajánlom mindenképp, hogy megvásároljátok, mert olcsóbban adjuk, úgymond, mint aki le... És hát nem olcsóbban, de fixen megkapsz egy itemet. Mert most a ládából is ki tudod nyitni egy kulcsból, tehát az olcsóbb, de szerencse kell hozzá, ugye. Volt már, aki egyébként kinyitott a 2 kulcsból, szóval nem lehetetlen. Na, itt vagyok ezek a nagyon szép generátorok, ugye itt az új láda, ami van, és a backstar ugye a legkisebb. Mik ezek? Mit tudnak? Miért jók? Tehát, ha jobb klikkeltek rá, akkor kihoz egy ilyen jó kis inventory-t. Ugye a tulajdonos tudja csak kihozni, tehát nem mindenki. Mint a lényegében egyébként a minionnál, csak a tulajdonos tud hozzáférni, pont ezért. És akkor itt van jobbkat meg balkat, jobbkattal most megnyitom, és akkor itt van, hogy generálja egyfolytában itt a töredékeket, ugye látjátok. És offline is lehetsz. Annyi a lényeg, csak hogy be legyen töltve a chunk. Tehát valakinek itt tafkolnia kell ugyanúgy. Ehhez egyébként készülni fog lassan egy item, ami afkol neked. Tehát nem kell senkinek afkolnia, hanem egy item fog neked afkolni. Ezt majd meglátjátok később, egyenlőre. Hát egy kis spoiler, na hát. Rég volt videó, akkor hagyd mondjak meg egy kis spoilert. Szóval itt tudjátok kivenni, na itt már 64 van. Na de, ezek miért jók? Ugye ott a leírás, hogy pontosan miért jó, de elmagyarázom lényegében. Egy ilyen generátor 3 kulcsot generál naponta, úgymond.
konyha nyelven. Ezeket a töredékeket ott a lakatosnál tudjátok beváltani. Szóval három stack, ugye itt 9 slot van, tehát értitek, három stacket tudtok egy kulcsra beváltani. Tehát ezért tud hármat generálni maximum. Tud többet is egy nap. Vagyis hát nem tud többet, de többet tud tárolni, ugye, hogyha egyfolytában kiveszitek. De azért, ha valaki egy nap alatt nem veszi ki, akkor ez nem eléggé aktív játékos. Na, generátor az lényegében ennyi. A webshopban meg tudjátok találni, hogy mennyibe kerül, meg infókat még róla, le vannak leírások, ugye. És tényleg annak mindenképp ajánlom, aki szeret nyitogatni. Tehát ez direkt arra lett kitalálva, hogy aki imád nyitogatni, az megvegye, és egyfolytában kapja a kulcsokat. Tehát csak belefektetsz egy ilyenbe, onnantól egyfolytában fogod kapni a kulcsokat. Szóval mindenképp megéri. aztán voltak még kisebb újítások, ugye? De inkább ezek a nagyobbak, tehát ezek a legnagyobbak. Aztán még egy új láda bekerült a rangláda. Itt is van, de ez csak limitáltan lehet mindig hozzáférni, tehát vásárolni kulcsot, ugye? Ezeket általában ki szoktam írni, hogyha van, mert van néhány, ugye a Hopper is például limitált tárgy, amit meg tudsz vásárolni. A Chaos Update egyébként, ami fog majd történni lassan, következő napokban, lesz egy kot, vagy outpost inkább, mint a Season-en, ugye, szóval a Season-en voltak ezek az outpostok, és lesz ismét ilyen, tudtok PvP-zni majd, elfoglalni, és lesz ahhoz majd egy külön láda, szóval még egy láda, nagyon sok láda fog most bekerülni. Illetve be fog kerülni amit imádtatok a seasonről, az a mindjárt eszembe jut a neve. Vissza fog térni ugye az Envoy, tudjátok mi az az Envoy szerintem? Az Envoy, akik nem tudnák, az Envoy az egy olyan event, majd hasonló az outposthoz, csak nem, hát tudsz PvP-zni, de az a lényeg, hogy ládák vannak. És azokat a ládákat úgymond fel tudod venni lényegében, és kapsz belőlük tárgyat, ugye. Leszpónol X mennyiségű láda, és meg kell találni őket, és fel tudod őket lootolni. És elég jó lootokat fogtok tudni majd szerezni, spawnereket. Ez kezdőknek, na ez nagyon jó, szóval, hát csak annyi ugye a hátránya, hogy tudni kell PvP-zni, tehát nem mehetsz oda szet nélkül. Vagyis hát oda megy szet nélkül egyébként, csak ügyesnek kell, hogy legyél. Szóval nem kéne oda menned, ahol mindenki van lényegében. Mindegy, ezek lényegében majd a jövőbe fognak bejönni. Szerintem kedvelni fogjátok, mert eddig is a season-en is nem sok ember kedvelte ezt. Gyertek fel játszani. Erre a nagyon-nagyon jó szerverre. Ott van a leírásba a link, hogy honnan tudjátok letölteni a klienst, és azon belül a Silver Club, ha itt szeretnétek játszani. A webshopot is lelinkelem, hogyha valaki nem találná meg esetleg. A Crismo Hopper külön, meg majd a generátorokat is, hogy tudjátok, hogy mi hol van. Mindegy. Köszönöm, hogy néztetek. Én Alex voltam. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Bye bye!